Jó estét kívánok! A Kecskeméti Televízió hírműsorát látják pénteken este 19 órakor. A híres hírek elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Meglepő körülmények között lőtte fejbe magát egy férfi ma hajnalban Kecskeméten. 11 orvosi rendelő felújítása kezdődött meg, mintegy 300 millió forintból. 6 nagy színházi bemutatóra készül ősztől a Katona József Színház. Meglepő módon lett öngyilkos ma hajnalban egy kecskeméti férfi. A Mátyás király körút egyik családi házában albérlőként élő férfi önkényuralmi jelképeket festett a főbérlők házára és járműveire, majd fejbe lőtte magát. Különös öngyilkosság helyszíne volt pénteken hajnalban a Mátyás király körút egyik családi háza. Egy férfi ennek a háznak a kapujában lőtte főbe magát. A középkorú férfi egy hátsó épület részben lakott, mielőtt végzett volna magával, a náci korszakot idéző feliratokat festett a tulajdonosok házára, autóira, sőt az egyik jármű kerekeit is kiszurkálta. Mindez hajnali 3 óra tájban történt, a szomszédok csak reggel szembesültek a történtekkel. 7:30-kor ébredtem, akkor szoktam általában fölkelni, és akkor az ablakon, és láttam, hogy az úttest teljes szélességbe két oldalt le van zárva, két rendőrségi kocsi, halottas kocsi, rengeteg kocsi, és hát én oda nem mentem, csak később hallottam az illetőktől, akik erre jöttek, hogy állítólag itt egy albérlő srác fejbe lőtte magát. Auschwitz Gestapo, többek között ilyen feliratokkal van tele a ház és az előtte parkoló két autó. Ott jártunk, kor a tulajdonosok már próbálták eltüntetni a rongálás nyomait. Beszéltünk is velük, de nyilatkozni nem akartak kameránk előtt. Annyit mondtak, bosszút sejtenek a háttérben. Néhány közelben élő szerint a férfi egy általános iskolában dolgozott portásként, de nemrég kirúgták. Mások azt is tudni vélik, hogy pszichiátriai kezelés alatt állt. Kerestük az ügyben a rendőrséget is, ott azt mondták, közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az öngyilkosság körülményeit. Ma is folytatta vallomást tételét a halálkamion ügy elsőrendű vádlottja a kecskeméti törvényszéken. A férfi többek között a hűtőkamion átadásának körülményeiről nyilatkozott, de a bűnszervezet irányítója elmondta azt is, hogy feladata elsősorban a beutazáshoz szükséges okmányokkal nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok Magyarországról Nyugat-Európába történő szállításának megszervezése volt. A kamionban gyötrelmes körülmények között megfulladt személyekkel összefüggésben az elsőrendű vádlott arra hivatkozott, hogy hiányos nyelvtudása miatt nem pontosan értették meg egymást a második rendű vádlottal. Ezért nem volt biztos abban, hogy a csempészet személyek azért dörömbölnek, mert nem volt elegendő levegő a hűtőkamion rakterében. A férfi azt állította ma a bíróságon, hogy ő csak arra adott utasítást, hogy a járművel ne egy benzinkúton álljanak meg, nehogy lebukjanak. Az elsőrendű vádlott további kihallgatása május 2-án folytatódik a kecskeméti törvényszéken. Még idén megújul 11 orvosi rendelő Kecskeméten mintegy 300 millió forintos pályázati támogatással. Az önkormányzat már át is adta a munkaterületet a kivitelezőnek. Megrepedezett fal, lekopott festék. Ezek a legnagyobb problémák, amelyeket most orvosolnak Kecskeméten, például itt a Batthyány utcai házi orvosi rendelőben. Elkezdődött ugyanis az egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése. Kecskemét önkormányzata egy pályázat során nyert közel 300 millió forint visszanemtérítendő támogatást. Ebből 11 rendelőnél fognak energetikai korszerűsítéseket, állagmegóvási munkákat elvégezni. Nagyon-nagyon sok házi orvos dolgozik Kecskeméten, és ők nap mint nap találkoznak a lakosság jelentős részével. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a környezet is nagyon fontos, ami ahol fogadják az orvosok, ahol ellátják őket, hogy az megfelelő szakmai és higiéniai feltételekkel rendelkezzen, és most eljutottunk arra pontra is, hogy a város ezzel a területtel is tud foglalkozni, erre a területre is tud áldozni. A projektnek része egy szakmai fejlesztés is, ami emelni fogja az ellátás színvonalát. Hogyan kell megelőzni, és hogyan tudjuk viszont, ha jó karban vagyunk, és az egészségünk viszonylag jó állapotban van, akkor az mire figyeljünk oda, és hogyan tudjuk megőrizni. És ezzel összefüggésben szervezünk majd programokat, és a lakosságot máshogy és másképpen szeretnék megszólítani, és nagyon sok-sok felvilágosító előadással és felvilágosító szolgáltatással segíteni az ő mindennapjaikat. A kivitelező vállalkozás már átvette a munkaterületeket, a kivitelezések várhatóan még az idén befejeződnek.
Jelentős fejlesztéseket jelentett ma be Hetényegyházán Kecskemét polgármestere. Szemereiné Pataki Klaudia a Dinomdánom májusfa állítás elnevezésű rendezvényen azt mondta, hogy az időseknek a jövőben még nagyobb figyelmet szentelnek. Ennek jegyében a helyi nyugdíjas klub épülete is megújul. A városvezető beszélt az ottani óvodai és az általános iskolai felújításokról, valamint a Hetényegyházát Kecskeméttel összekötő Helikon utca rekonstrukciójáról is. Tömegek sorakoztak ma az állásbőrzes tandjainál a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán. Az eseményen 19 cég képviseltette magát, hogy segítsenek megtalálni az álláskeresők álommunkáit. Ekkora tömeg várakozott ma 9 óra előtt a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának épülete előtt. Ma délelőtt nyitották meg ugyanis a tavaszi állásbőrzét, mely minden alkalommal óriási népszerűségnek örvend. Mercedes-Benz Manufacturing Kft., Univer Products Rt., Vossen Hungary Kft., többek között ezek a cégek képviselték magukat a mai rendezvényen, de rajtuk kívül még 16 standnál tájékozódhattak az álláskeresők. Például a Bács-Kiskun megyei kórház, a Magyar Honvédség és a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság is toborozta a munkaerőt. Számos szakmában jártas emberekre lenne szükség a helyi munkaerőpiacon. A bőrze célja éppen az, hogy az állásokat feltöltsék. A mai rendezvényről bővebb információkat a Hírös Hírek után Kiemelő című magazin műsorunkban hallhatnak. Meghirdette a jövő évre tervezett bemutatóit a Katona József Színház vezetése. A mai sajtótájékoztatón ismertették a társulat nyári programjait és tájékoztattak a bérletezés rendjéről is. Nyilvánosságra hozta a jövő évadra vonatkozó elképzeléseit a Kecskeméti Katona József Színház igazgatósága. A tervek szerint ősztől 6 nagy színházi bemutatóval számolhatunk. Érdekesség, hogy a Kecskemét City Ballet Traviata előadása nem csak hogy a nagy színpadon kapott helyet, de bekerült a bérleti programba is. Az első előadás a Város napján október 2-án Mikszáth Kálmán beszélő köntöse lesz, amelyből szerzőtársaival Szente Vajk rendező írt musicalt. A további nagyszínházi bemutatókról Rusznyák Gábor főrendező tájékoztatott. Lesz egy Goldoni bemutatónk, ez Goldoni nyaralása lesz, lesz egy Balfácánt vacsorára, ez egy szilveszteri bemutatónk, lesz egy Otellónk, ez Shakespeare, és utána lesz egy Kriminka 10 kicsi néger, így néz ki a nagyszínpadunk. A nagyszínpadon a két gyermekszínházi bemutató a Grimm testvérek meséjéből készült Jancsi és Juliska, és Német Virág Mozart zenéire írott opera meséje lesz. A Kamaraszínházban lesz a Királybeszéde, szerintem a filmet sokan látták és sokan szerették, és utána pedig lesz egy operettünk, a Fekete Péter. A Rustban pedig lesz egy Ügynök halála, Arthur Millertől, lesz egy Pillangók szabadok, és lesz egy Na most puskázok, és még lesz egy Bál című, a Brecht Bál című darabja lesz még, amit Sótér Sándor fog rendezni. Repertoáron maradt 7 korábbi előadás. Idén is ott lesz a színház a Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjával, a Csárdás királynővel. Júliusban 2 alkalommal játssza a társulat a Passiót a Kecskeméti Arborétumban. Fellépnek a Balatonfüredi kultkikötőben, a Szarvasi víziszínpadon és a Városmajőri Szabadtéri színpadon. Turnéznak Hargita megyében a Család ellen nincs orvosság című előadással, és fellépnek Móra halmon is 2 vígjátékkal. Augusztusban az Udvar Színház programsorozatában 4 produkciót láthat a közönség. A régi bérlők június 29-éig őrizhetik meg helyüket, a szabad helyekre augusztus 21-től lehet majd bérletet váltani. A részletekről a Keddi Múzsa magazinból tájékozódhatnak. Ma délelőtt tartották a 7. Báron Bábos találkozót a Neumann János Egyetem pedagógus képző karán. A hagyományos találkozón óvodás és kisiskolás csoportok mutattak be báb előadásokat. Lopott a napot és istentelenkedett? Nézze meg az ember, hogy tüstént vigyen el! 7. alkalommal rendezték meg a Báron Lászlóról elnevezett bábos találkozót Kecskeméten. A pedagógus képzőkar dísztermében óvodás és kisiskolás csoportok mutatták be a szakkörökön foglalkozásokon elkészült meséket. A zsűrizést idén Emőt Krisztina, a Ciróka Báb Színház báb és jelmez készítője, Apró Ernő, a Ciróka Báb színésze és dr. Galuska László Pál, a pedagógus kar docense végezte.
Fülöp Tamás, a pedagógus képzőkar dékánja szerint mindig szívesen látják a kecskeméti bábosok rendezvényeit. Úgy gondolom, hogy a pedagógus képzőkar hagyományaihoz ez nagyon szépen illeszkedik. Nagyon sokrétű az a tudományterület, amelyhez kapcsolódik a bábozás, a bábművészet, és nagyon sok művészeti ág, amihez ugyancsak csatlakozik. Az előadások nem csak a bábjátékos hagyományok és a szakmai újítások miatt fontosak, a pedagógusok ugyanis a gyerekek készségeit is fejlesztik. A bábjáték és felhasználható pedagógiai célokra fejleszti a kézügyességet, a beszédkészséget, a szövegértési képességet. A gyerekek megtanulnak nyilvánosan megnyilvánulni, föllépni, együttműködni. A találkozón valamennyi előadást díjaztak. Minden évben a legjobb teljesítményt nyújtó csoport tovább jut az EGRI országos gyermekbáb találkozóra. Ebben az évben a Kertvárosi Általános Iskola 3.-4. osztályosokból álló csoportja érdemelte ki az elismerést. Megválasztották ma reggel a 2. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejedelmét. A 8. osztályok közül került ki a győztes, akik egy héten keresztül kampányoltak saját programjaik mellett. Egy héten keresztül kampányoltak a 2. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai a Rákóczi Projekt 7 keretében. Minden 8. osztály saját programmal állt elő, mellyel szebbé tehetnek egy iskolai napot. A legnagyobb népszerűségnek örvendő tervek eredményeképpen ma megválasztották az iskola fejedelmét az általános iskola sportcsarnokában. Rövidített órák, első óra helyett szabad foglalkozás, játékok, sportolási lehetőség, zene a szünetekben és a testnevelés órákon, mobil használat engedélyezése, ingyenes internet elérés. Ezeket az ötleteket választották a legjobbaknak, melyeket a 8. B osztály produkált és a mai napon meg is valósított. A reggeli rendezvényen továbbá kihirdették az énekverseny, az óriás plakátkészítés és a különféle versenyszámok győzteseit is. A programsorozatot szombaton felvonulással zárják, melyre 3. alkalommal kerítenek sort az intézmény dolgozói és diákjai. Több száz nyugdíjas sportolt együtt ma a Messzi István sportcsarnokban. A mozdulj sportverseny sorozatot hagyományosan tavasszal indítják útjára, és már az idei első alkalom is komoly sikert aratott. A nyugdíjasok klubjainak megyei jogú városi szövetsége minden évben hagyományosan 3 nagy sportversenyt szervez mozdulj névvel. A pénteki eseményre 12 nyugdíjas szervezet 22 csapattal nevezett, így több száz idős vetélkedett, hogy megszerezze az első helyet. A rendezvény kiemelt támogatói Kecskemét megyei jogú városa és a Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság voltak. Az egyszerre játékos és sportos feladatok kellékei közül így nem hiányozhattak a láthatósági mellények és egyéb biztonsági felszerelések sem. Az esemény jó hangulatban telt, és ahogyan azt Mák Kornél alpolgármester nyitóbeszédében is hangsúlyozta, nem csak öröm látni, hogy ennyi aktív idős verseng, de talán az országban egyedülálló is, hogy ilyen aktív a nyugdíjas klubok tevékenysége egy városban. És továbbra is sport, férfi kosárlabda és női kézilabda csapatunk itthon játszik a hétvégén, labdarúgó csapataink, valamint női kosarasaink pedig idegenben lépnek pályára. A KTE Duna Aszfalt férfi kosárlabda csapata legutóbbi mérkőzésén idegenben játszott a Szolnokkal és 11 pontos vereséget szenvedett. Vasárnap a 8. fordulóból előrehozott mérkőzésen szerepelnek fiaink itthon a Szolnok ellen. A férfi kosárlabda NB1 középszakasz felsőházas meccset vasárnap 18 órakor rendezik a Messzi István sportcsarnokban. A kecskeméti KC női kosárlabda csapata az előző fordulóban 45 pontos vereséget szenvedett az Újbudától. Vasárnap az amatőr női bajnokság 6. fordulójában idegenben a Sziget-Szent Miklóssal játszanak. A Hufbau Acker kecskeméti NKS-en múlt héten az MTK-val játszott rangadót idegenben. Csapatunk 4 gólos vereséget szenvedett a fővárosiaktól, akik így már 9 pontosak a bajnokságban. Tegnapi győzelmével a Békés Csaba megelőzte csapatunkat, így visszacsúsztunk a tabella 13. helyére. Hétvégén nehéz mérkőzés vár ránk, szombaton az NB1 21. fordulójában a Siófokot fogadjuk a Messzi István sportcsarnokban. A megye egyben 100%-os kecskeméti LC vasárnap idegenben a tabella 10. helyén álló Hartához látogat. A kecskeméti 51 pontos a bajnokságban, míg ellenfelünknek 16 egysége van. A meccs 17 órakor a Hartai sporttelepen kezdődik.
A KLC KTSI az előző fordulóban 2-3-ra verte meg az SC Hírösép csapatát a kecskeméti derbin. Csapatunk 27 ponttal áll a 10. helyen a megye 2-es tabelláján. A bajnokság következő 24. fordulójában a 40 pontos a tabella 6. helyén álló Lakitelekkel játszik csapatunk. A találkozó vasárnap 17 órakor lesz a Széktói stadion Nőfüves pályáján. Az SC Hírösép idegenben játszik a 9. helyen álló Városfölddel. Ellenfelünk 35 pontos a bajnokságban, és mindössze 1 ponttal van lemaradva csapatunktól, így igazi rangadóra számíthatnak vasárnap 5 órától a szurkolók. Ezek voltak a hírös hírek pénteken, mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Fordított horogkereszt, Auschwitz, Gestapo feliratok. Meglepő körülmények között lőtte fejbe magát egy férfi ma hajnalban Kecskeméten. 11 orvosi rendelő felújítása kezdődött meg, mint egy 300 millió forintból. A projekthez szakmai program is kapcsolódik. 6 nagy színházi bemutatóra készül ősztől a Katona József Színház. Az első előadása Város napján október 2-án Mikszáth Kálmán beszélő köntöse lesz. Ma zajlott a 7. megyei Báronbábos találkozó a Neumann János Egyetem pedagógus képző karán. Az országos fordulóba a Kertvárosi Általános Iskola csapata jutott tovább. A Híradó most véget ért, de folytatódik a híróra a kiemelővel, amelyben perceken belül szó lesz arról az állásbőrzéről, amelyet ma tartottak Kecskeméten. Szólunk az idősek klubjának Dínom Dánom májusfa állításáról is, de megmutatjuk azt is, hogy hogyan zajlott a Föld napja program a Szennyvíztelepen. Mai vendégünk az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szakmai elnök helyettese lesz, hiszen a tavasz beköszöntével megkezdték munkájukat a méhészek és a méhek is. Ha lemaradtak a híreinkről, akkor megtalálják azokat a hírportálunkon, a címhíros.hu, vagy meg tudják nézni a Híradó ismétlését 21 órakor és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor. És jön a hétvége, tehát lesz heti hírösszefoglaló is, 7 című műsorunkat szombaton és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfő reggel 7 és 9 órakor láthatják. Friss híres hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket, nézzenek minket akkor is. Most köszönöm az egészeti figyelmet, szép hétvégét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A hétvégén is folytatódik a tavaszi idő térségünkben, szombaton is sok-sok napsütésre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők az égen. Friss lesz a hajnal, délután pedig 22-27 fokra készülhetünk. Vasárnap is sok lesz a napsütés, de napközben már több gomoly felhő is lehet az égen. Mérsékelt marad a délnyugati szél, a csúcshőmérséklet 27 fok közelében lesz. Hétfőn már több helyen kialakulhat zápor, zivatar, de marad a meleg idő, 22-28 fok közötti maximumokra van kilátás.